Hogy fűzzek egy kicsi kommentárt ez a rengeteg feltéve X adatmátrixot jelölés az ami előfordult a feltételek között. Ugye előfordult az exogenitásnál, azt mondtuk, hogy Epsiloni feltéve az egész adatmátrixot, aztán jött a homoszkedaszticitás, Epsiloni variancia feltéve az egész adatmátrixot, és végezetül jött az autokorrelálatlanság, COV-Epsiloni epsilon j, és megint csak feltéve az egész adatmátrixot. Itt volt még a normalitás is, ugyanaz a kaptafa, de most fókuszáljunk erre a háromra. Egy picit ezt hagyj kommentáljam. Ugye azt, azt mondhatna az ember első, mit kell kommentálni. Hát ez egy feltevés, így működik. Ugye hát ez, 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 olyan, hogy le akarjuk vezetni majd, hogy az OLS-nek bizonyos kellemes tulajdonságai vannak, és a levezetés során használjuk ezeket, ezért vagyunk kénytelenek feltenni őket. Hát akkor azért tettük épp így föl, mert így fog kijönni a levezetés. És ha nem ezt tettük volna, akkor nem jött volna ki. Tehát tulajdonképpen mondhatná az ember, ezt most nem kell kommentálni, azért ez, mert így működik a, a levezetés. De egy picit azért hagy magyarázom, hogy ez, ez miért van itt, vagy miről szól. Azért kell ez, ugye ez elég furcsa lehet ez a jelölés, hogy összes magyarázó, vagy az összes megfigyelési egységre ö, feltételezünk, tehát az összes többi és Hiába van itt az iedik, én a feltevésbe bepakoltam az összes többi megfigyelési egységnek is a magyarázó változóit. A, egy dolog van e mögött. Az, hogy nem tételeztem föl a fae mintát. Amikor én elmondtam először az OLS modell feltevéseit, akkor igyekeztem az elméleti szépség kedvéért teljesen általános lenni beleértve azt is, hogy nem mondtam semmit a mintavételről. Nem mondtam, hogy ez fae, tehát független azonos eloszlású minta. Úgyhogy valóban, vagy csak ugyan, ami ott elhangzott modellfeltevés, az mindig működik. Akkor is, ha nem fae a mintánk. Ezért mondtam azt, hogy ez egy teljes általánosság. De azért érdemes megbeszélni, hogy mi történik akkor, ha fae a mintánk. Mint ahogy egyébként a legtöbbször a valóságban azért azt el szoktuk fogadni feltevésként. Mi van akkor, ha nem fae, emi... mi van akkor, ha fa mintánk van, módosulnak -e ezek, amik ide vannak írva? Ugye a fa mintánk van, az azt jelenti, hogy a, az y, i, x, i, bocsánat, itt nagybetűket akartam írni, az y, i, e, pár, és ezt alá is húzom, mert ebbe beleértem az összes magyarázó változat, az független az y, j, x, j pártol. I nem egyenlő. Na most, itt kell kihasználnunk ezen a ponton az első feltevést. Ugye emlékezzetek vissza, az első az az volt, hogy az Y, most a sokasági modellként e, írom fel, az egyenlő X a sor beta plusz epsilon. Amiből számunkra az a fontos, hogy a, az t azt egyértelműen meghatározza az y és az x-ek. Ugye ezt a tagot kivonom a túloldalba, és akkor az y-t fölírtam y-nal és az x-ekkel. Magyarul ez az y x ez meghatározza az y -t. tehát nyugodtan mondhatom azt is, hogy az y -i az független az y -j x -j től az a, ami persze azt is jelenti, hogy az epsilon az független az x től is, mert az benne van azokban, amitől, amiktől, amiktől független. Na de nézzünk egy pillanatra ide a független feltétel az olyan, mintha ott se lenne. Ugye emlékeztetek mindenkit arra, amit elmondtam, hogy ez a jelölés, hogy a Matrixra feltétek, ez igazából olyan, mintha felsoroltam volna egy veszővel egymás után, hogy feltéve x1, x2, x3, pont, 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 pont és az utolsó x-ig elmegyek. Ez ezt jelentette, ez, ez, bocsánat, ez a jelölés, ez ezt jelentette. Na de, ez meg, amit most megállapítottunk, azt mondja, hogy ezen feltételek közül, amit itt veszővel szépen felsoroltam, egy kivételével, az ijedik kivételével, az összes az egy független feltétel. Mert ez az epsiloni, ez független mindegyik x-től, kivéve saját magát. Ugye így nem egyenlőjé. Független feltételt le se kell írni. Ugye vannak feltételeink azok közül, ami független attól, amit nézünk, az olyan, mintha ott se lenne. Úgyhogy foe mintánál ebből a feltételből az lesz, hogy elég az összes x közül, elég az x-it leírnom, mert a többitől való függetlenség az autó, vagy a, a többitől a függetlenség, az automatikusan garantálja, hogy időket nem kell beraknom. Tehát, fae minta esetén ez a, ez a, teljesen általános kifejezés erre a kicsit barátságosabb kifejezésre. Ja, bocsánat, az most jut mellesleg eszembe, hogy ezt is írjuk már, hogy mi a feltétel. Mert jó, persze ez lesz nekünk most a fontos, de azért tegyük már ide azt is, hogy mi a feltétel. A fae minta esetén azt mondja, hogy ez a. Kicsit azért furcsán kinéző kifejezés, erre a némileg már barátságosabbra egyszerűsödik, hogy a hiba feltéve a saját magyarázó változóit, az legyen nulla. És akkor innen már látjátok, hogy mi fog jönni, ugyanez a sztorit is. Ugye ne ijedjetek meg a d négyzettől, az elmúlt megnéztik, megnéztük, hogy igazából ez egy e, csak az epsilon négyzetnek az e-je, úgyhogy ugyanez az érvelés itt is felhasználható, ez d négyzet epsilon i feltéve x i ennek kell szigma négyzetnek lennie, tehát magyarul ittől függetlenek, ugye itt van így, itt meg nincsen. És végezetül ez, megint ne ijedjetek meg, hogy kov van, megbeszéltük az átpofozható ére, és akkor onnantól már érvényes ez az érvelés. Kov, epsilon i vesző epsilon j. Egyedül arra kell figyelni, hogy mert itt kettő epsilon is van, itt ugye vigyázik, hogy nem hagyhatok el mindent, meg kell maradni a xi-nek is, meg x nek is, de a többi az már tényleg elhagyható, mert arra érvényes az az okfejtés, és ez egyenlő nulla, érvényes az az okfejtés, hogy azoktól függetlenek, úgyhogy kihagyható. Oké, okay. úgyhogy ha nem akartunk volna ilyen teljesen általánosak lenni, hogy még a fa sem tesszük föl, akkor elég lett volna ezt írni a feltételrendszerbe. Mielőtt tovább, meg itt még egy pici kitérőt hagy tegyek. A valaki ezt, 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 ezt az egyet meg kell egy picit kapírgálni, mert ennél még van egy fontos dolog. Ugye a faj mintavétel az magyarul azt jelenti, hogy az XI, Epsilon I pár eloszlása az ugyanaz minden íre. Ezt így is megfogalmazhatom. Ú, így is mondhatom, így is én mondtam, emiatt ez, ezek most e, e, ízléskés, hogy hogy írom le. Nem is ez a fontos, nekünk csak azért írtam ide, hogy az Epsilon I benne legyen, ugye ebben nincsen. Azért írtam hogy az Epsilon I benne legyen, mert ha ez, ennek az eloszlása nem függ ítől, ugye az a -E szó az pont azt jelenti, hogy azonos eloszlású, tehát ennek az eloszlása, bármi is legyen az, az mindig azonos ugyanaz, tehát nem függ ittől. Akkor magyarul az azt mondja, hogy az epsilon inek önmagában vett eloszlása is, igaz, hogy nem függ i-től, bármi is az epsilon i eloszlása, az ittől függetlenül mindig ugyanaz, amivel azt gondolhatja az ember, hogy na de hát ez így van, akkor természetesen a szórás nézete is mindig ugyanaz, konstant, azt írom, mindig nem függ És ha valaki egy kicsit figyelmetlenül gondolja végig, akkor arra a következtetése juthat, hogy ez a feltevés igazából felesleges. Hiszen azt, hogy ez állandó, azt a -e mi volt bizonyítja. Hiszen a -e mi volt szerint ennek azonos az eloszlása, ennek azonos az eloszlása, ha azonos az eloszlása, akkor a szórás nézete is ugyanaz, tehát erre nincs is szükség, ez, ez, ez már fa -e esetben következik. Ez nem igaz, és vigyázzatok, ez figyelmetlenség. Ez a probléma. Ennek tényleg igaz, hogy a konstans mi volt, a következik a faeségből minden feltevés nélkül. Ezt szokták úgy hívni, hogy feltétel nélküli homoszkedaszticitás. De ez nem következik belőle, mert az x től való függés ott van. Tehát az, hogy az ő saját magyarázó változói micsodák, az még e emellett, vagy ebben az esetben is elronthatná azt, hogy ezt állandó. Tehát ezt a feltevési, állandó, ezt igenis ki kell kötnünk fa esetben is. Ugye ezt szokták feltételes homoszkedasticitásnak nevezni. Jó, kommentár vége. A még egyetlen utolsó dolgot mutatok, de ez csak elriasztó példaként, ilyet ne csináljátok, de ezért sajnos néha még könyvekben leírva is lehet ilyet látni, ezért megmutatom, hogy mi az, amivel még egy lépéssel tovább lehet menni, de újra mondom, óva intek mindenkit ettől. bizonyos könyvek eljátszák azt, hogy még egy lépéssel olyan értelemben mennek tovább, hogy ezeket, amik itt jól látható a nagy x-ek, ugye ezt most mindenhol nem felejtettem el jelölni, ezt lecserélik kis x-re. Tehát magyarul azt mondják, hogy a magyarázó változók értéke az nem egy valváltozó, hanem egy fix szám szokták úgy is hogy beállított, vagy, vagy mintavételileg rögzített magyarázó változók vannak. A, ami a legtöbb olyan esetben, ahol ilyen regressziót szoktunk használni, teljesen fals. Kísérletes tudományokban, ahol én állítom be a, az adott kísérlet körülményt, tehát én szabom meg a magyarázó változókat, ott ez elfogadható lehet. Tehát ha azt mondom, hogy mondjuk mit én növények növekedését nézem az öntözés függvényében, és az egy fólia sátor alatt van, ahol én felosztom parcellákra a területet, és az öntöző berendezés beállítom, hogy mennyi vizet kapjon, ott az egy értelmes megközelítés, és én azt mondom, hogy a víz mennyiség az nem egy valváltozó, hanem ez egy fix érték, mert én állítottam be az öntöző berendezésen. Kísérletes tudományban, tehát ez elfogadható lehet. De a nem kísérletes, a megfigyeléses tudományokban, ahol kulcsfontosság az egész regressziós terület, legyen az akár biostatisztika, legyen az akár ökonometria, bármilyen mi megfigyeléses, vagy megfigyelés adatok kérték és aztánik, ott ez teljesen biztosan totál fals. Mert ha nem az a fólias van és én öntözöm, hanem kint van a természetben, és én csak felírom, hogy mennyi vizet kapott, akkor, akkor abszolút nem mondhatom azt, hogy ez egy fix beállított érték. Vigyázzatok, nehogy valaki arra hivatkozom, hogy de hát lemértem, vagy kiszedtem a meteorológiai adatot, hogy itt 12 egység volt a, a kapott víz mennyiség, és hát akkor azt tudom, hogy 12. Mert az morhára nem ugyanaz, hogy valami úgy 12, hogy fixen 12, mert én beállítottam, vagy úgy 12, hogy lehetett volna más is, mert van egy véletlen ingadozása, csak pont 12 jött ki belőle. Tehát mondjuk a realizációja 12. Az nagyon nem ugyanaz. Úgyhogy azt mondani, hogy itt kis x van, az, az ráadásul nagyon sok esetben félrevezető, mert azt sugallja, hogy ennél a megfigyeléses helyzetnél is elfelejti az ember, hogy ez igazából való az, ami éppen 12 lett, de lehetett volna más is. Úgyhogy ez alapvetően helytelen, Egy egyszerűbb. Most tényleg azért, hogy ne azért, hogy megjegyezzétek, hanem azért, hogy megjegyezzétek, hogy mit nem szabad, ezért most leírom. Ugye, ha kicsi ez az X, azaz az fix, akkor onnantól nem kell rá feltételezni. Tehát ezért kényelmesebb úgymond a jelölésrendszer, mert ha valami egy, egy konstans, egy determinisztikus érték, akkor az arra való feltételezés az olyan, mintha nem nem is kéne feltételeznünk. E, azaz, ha ez itt kis x lenne, akkor azt oda se kell írnunk, hogy arra feltételezünk, mert az nem befolyásol semmit sem, ugye a konstansra feltételezünk. Tehát magyarul akkor azt kapnánk, hogy ez itt E epsilon i egyenlő nulla. Ebből azt kapnánk, hogy d4z epsilon egyenlő szigma négyzet, vagy hát ez egy nulla akart lenni. Itt pedig azt kapnánk, hogy cov epsilon i vesző epsilon j az egyenlő nulla. Tehát ezért mondtam, hogy ez egy, ez egy gazdaságosabb jelölésrendszer, sokkal szebben kinézés, kompaktabb és rövidebb leírni, de fals, vagy a legtöbb esetben fals. É, és egy halom gondot okoz. megkülönböztethetetlenné válik a feltétel nélküli és a feltételes homoszkedaszticitás. Abszolút nem válik világossá az, hogy, a, hogy mit értek az, hogy az adott epszónak ilyen értelemben nulla várható értékűnek lenni az összes x-re feltételezve. É, lehetne sorolni még a gondokat. De mondom, az van a gyökerében, hogy nem jó maga a kiindulási modell mert az nem igaz, hogy ezek a valóságban beállított dolgok, sőt, kimondom, rossz, ha azt sugaljuk, hogy valami, ami csak egy realizáció, az olyan, mintha beállítottért fix érték lett volna, mert nem olyan. Úgyhogy ezt itt szépen el is felejtjük, és maradni fogunk ennél a, a mi szempontunk szerint fontos vagy korrekt modellnél.